A közelmúltban ünnepélyes keretek között jelentették be, hogy a Tokaj-Zemplén térség fejlesztési programnak köszönhetően 52 milliárd forintnyi útfelújítási program indult térségünkben. Ennek első szakaszaként Sátoraljaújhelynél kezdődtek el a munkálatok. A régi aszfalt felmarása után már több helyütt az újra aszfaltozás zajlik. Ennek jegyében félpályás útlezárásra, illetve menetidő hosszabbodásra kell számítaniuk a közlekedőknek. A sebességkorlátozások miatt pedig az óvatos és körültekintő közlekedésre van szükség. A munkálatok várhatóan ez év végéig befejeződnek. Ez idő alatt új aszfaltréteget kap az útszakasz, megújítják a patkát és vízelvezető árkokat. Nem csak a burkolatot újítjuk meg, nyilván a kútkörnyezet is megújul, a buszmegállók, buszvárók felújításra kerülnek, új burkolati jelet kap, ez is korszerű, tartós burkolati jel lesz, amely sokkal vastagabb a hagyományosnál, tehát rosszabb időbe, esőbe, ködbe nagyobb láthatóságot biztosít. Emellett a térségi közlekedést is befolyásolja majd, hogy ma ünnepélyes keretek között átadták az M30-as autópálya gyorsforgalmi út közel 70 kilométeres szakaszát. Ezzel lezárult a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus legnagyobb projektje. Még 2018 tavaszán indultak a munkálatok, amelynek összértéke elérte a 200 milliárd forintot. Ennek köszönhetően kétszer kétsávos gyorsforgalmi útszakasz jött létre több csomóponttal, pihenőhelyekkel és tengelysúlymérő állomással. A Miskolc és Kassa összeköttetését megteremtő M30-asnak köszönhetően 30 perccel lesz rövidebb az út, utalt rá az átadó ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt is kiemelte, hogy ezzel Közép-Európa egysége is erősödik majd. Ez a két beruházás egyben Zemplén és Abaúj számára is új távlatokat nyit meg.